Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Jó ismét összegyűlni az ige körül és elmerülni Isten szavában. Az Úr most is velünk lesz, az ő igéjét fogjuk majd hallgatni. Egy igét hoztunk, ez a római levélben található, az első részben, a 8. verstől a következőket olvasom fel. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájótokért, hogy ti, a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezzem felőletek. Imádságaimban mindenkor könyörögvén, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hit által, a tiétek meg az enyém által. Pál apostol ezekkel a megdöbbentő szavakkal ír a római testvéreknek, hogy ő hálát ad értük. Háladással gondol rájuk. Pál apostol sokat hallhatott arról az életről, ami a római gyülekezetben kibontakozott, és ő mindig újra és újra hálát tudott adni, és hogy ez nagyon lényeges, hogy mi is hálát tudjunk adni a saját gyülekezetünkért, hálát tudjunk adni a családunkért, hálát tudjunk adni az egészségért, amit kapunk, és hogy a legapróbb dolgokban is észrevesszük az Úrnak a szeretetét és gondoskodását, és hogy hálát tudunk adni. A háladás az egy nagy győzelem az ember életében, az aggodalom fölött, mert az aggodalmas ember mindig csak sír, ri, panaszkodik, toporzékol, nyűgösködik. A hálaadó szívű ember pedig, hogy Istent látja minden dolgok mögött, és hálát tud adni. A hálaadás az egy lelkület, ami megvolt Pál apostolban, de Jézusban is megvolt. Amikor Jézus a kenyereket megsokasította a pusztába, akkor fölemelte és hálát adott. És miközben a hálát adott, a közben megsokasította a kenyeret. De amikor Lázár sírjánál volt Jézus, akkor is az égre emelte a szemeit a legnagyobb szomorúság között, és azt mondta, hogy hálát adok, mert én tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Mindig meghallgattál engem. Ez egy olyan lelkület, amelyik a legnagyobb szomorúság idején is fel tud nézni Istenre, és aki látja Istent, az nem a gondokkal van tele, hanem a hálával. Pál apostol nagyon hálás volt Istennek mindazért, akikkel együtt lehetett. Ugye itt a római misszióról van szó, hálás volt az Úrnak, hogy Krisztusban Rómába is eljutott az evangélium, bár sok szenvedés által, az apostol szenvedésein keresztül, de hogy emberek megtértek, az életük megváltozott, a pogány életvitelük
ből tértek meg, és hogy az Urat szolgálták, az Úréi voltak, és látható volt a pogány világba a római testvéreken keresztül az Jézus Krisztus szeretete. Látható volt az a hit, amit az Úr elvégzett bennük. Ezt írja itt a 8. versben, hogy hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Pál apostolnak nagyon fontos volt, hogy a római beliek hitben megerősödjenek. Ezért munkálkodott közöttük, ezért írta a rómaiaknak a levelet, és mindennél fontosabb volt ez a testvéri közösség. Isten szeretete akkor lesz nyilvánvalóvá. Nem akkor, ha nagyokat tudunk mondani, ha hatalmas hangerővel prédikálunk, akkor válik nyilvánvalóvá, hogyha megvan a testvéri szeretet, ha nem térünk el sem jobbra, sem balra, ha nem hagyjuk el a testvéreket. Isten dicsőségét a Krisztus egysége szolgálja. Pál apostolban megvolt ez a lelkület, amely hálát adott minden egyes testvérért, és minden egyes testvérről megemlékezett. Itt a 9. versben azt olvassuk, hogy szüntelen emlékezem felőletek. Imádságaimban mindenkor könyörögvén, hogy ismét ugye találkozhasson a testvérekkel, a római testvérekkel. Ez a szüntelen megemlékezés. Volt egy nagyon kedves hívő testvérem, aki már az Úrhoz költözött, sok évtizeden keresztül nagyon jó testvérem volt. Neki volt egy ima listája, ami igen hosszú volt. Akikkel találkozott az élete nyomán, azokat mind felírta. Volt, akivel csak egyszer. De mindenkiért imádkozott, akivel az Úr összehozta. Mert úgy gondolta, és nagyon helyesen, hogy az nem véletlen, hogy Isten valakivel megismertett. És ha ő megismertetett, akkor azt hordozni kell. Ahogyan Pál apostol is szüntelen megemlékezett a testvérekről, és hordozta őket. Nem csak egy-egy imát mondott el, hanem nem csak röpimái voltak a testvérekért, név emlegetés, hanem mindenkor könyörgött is. Pál apostol a Szentlélek közösségében mindig látta, hogy kinek milyen szükségben van, és kinek van szüksége arra, hogy ne csak imádkozzon, hanem könyörögjön érte. Nagyon nagy különbség van az imádság és a könyörgés között, és a között, a szeretet között, hogy valakit megemlítek az Úr előtt, vagy könyörgöm a megtartatásáért. Vannak emberek, akikért hosszú időn keresztül könyörögni kell. Én sokszor átéltem azt, hogy évtizedekig imádkoztam valakiért, és nem történt változás. És aztán egyszer csak a legváratlanabb alkalommal, pillanatban az Úr megragadta. És olyan nagy öröm töltött el, hogy Uram, te már régen meghallgattad az imádságot. Csak nekem volt szükségem arra, hogy megtanuljak könyörögni. És nagyon hálás volt a szívem, hogy az életem során sokszor megtapasztaltam, hogy az Úr meghallgatja a könyörgéseinket. Tehát Pál háladással kezdi a levelét, és arról beszél, hogy híre van a hiteteknek, és hogy tudjuk, itt a római levélben van egy alapige,
amire az egész levele épül fel, ez az alapige pedig ez, hogy az igaz ember pedig hitből él. Hitből van élete, tehát minden hitáltal tudunk elvenni Istentől, és hogy ez a hit bizonyára, hogy élő hit lehetett, nem csak nyüzsgés volt Rómában, hanem élő hit lehetett, mert olyan közegben, ahol hát ugye Néró császár uralkodott, aki hát legjobban a keresztényeket ott szerette látni, amikor a cirkuszi mutatványon rájuk eresztették az oroszlánokat, vadállatokat, és hogy ennek híre volt, hogy képesek voltak meghalni, és hogy ha sokszor a katakombákba gyűltek össze, de akkor is összegyűltek, és hogy a hitbeli közösség nekik újra és újra nagy erőt adott. És hogy maga az apostol, aki hát nagyon sok szenvedést okozott a keresztényeknek, hogy ő maga is hívemberé lett, és hogy csodálattal tekint erre a kereszténységre, a Rómában lévő kereszténységre, hogy ezek is ugyanolyan kitartással vállalják az üldözést, mint akár Damaszkuszban vagy egyéb helyeken, ahol ő gonoszkodott és bántotta az embereket. Az emlékezés, amit itt Pál ír, ez a szó engem valahogy bennem azt idézi fel, hogy arra emlékezünk szívesen, akit szeretünk, vagy azokra a dolgokra emlékezünk vissza szívesen, amik nagy jelentőségek voltak az életünkben. És van egy ilyen negatív emlékezés, hogy amikor otthon nagyon megvertek, vagy egyéb cirkuszos dologban volt részem, de hát más a háladással emlékezni, és Pál apostol hálával is emlékezett a rómaiakra, és hogy az Úrnak mindig voltak gyermekei, akik vállalták a Krisztus útját, és hogy ebben nyilvánult meg a kereszténység nagysága, hogy vállalták az Úrért a szenvedést. Néktek adatott az a kegyelem, hogy ne csak, hogy higgyetek a Krisztusban, hanem szenvedjetek is ő érte. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiemelkedő dolog volt, hiszen a katakombákba jöttek össze. Amikor Rómába voltunk, akkor meg ellátogattunk Pál apostol börtönébe, ahol egy hatalmas nagy vas cöveken lánc, még mindig ott mutatták, hogy Pál apostol ide volt láncolva, de a hívő keresztjének vállalták a szenvedést, nem csak az apostol, aki egy kiemelkedő gyermeke volt, szolgálja Istennek, hanem minden római keresztjén. Sok ember a katakombába tért meg, és nem volt a katedrálisok, nem volt hatalmas templom, csak a bujkálás volt, hiszen üldöztetésben éltek, és ezt az üldöztetést vállalták. Ez az egész világra szóló hit, ugye ez nagyon sokszor, nagyon hamar szányra kapott, hogy ezek a keresztény emberek, akik megtértek, akik vállalják a Krisztus szenvedésének az útját, hogy ezek az emberek nem csak szenvedni készek a Krisztusért, hanem meghalni is. Vajon mi mit vállalunk az Úrért? Tudod-e vállalni, testvérem, a szenvedést a Krisztus útjáért, hogy kicsúfolnak? És vajon, ahogy vetted a Krisztust, úgy jársz most is vele,
vagy a könnyebb utat választod. A római keresztjének a szenvedés útját választották, családokat vetettek az oroszlánok elé a cirkuszba, gyerekestől, asszonyostól, és énekelve mentek a hitükért a halálba. Nyilván, hogy ennek az egész világon elterjedt a híre, és a szenvedés által egyre többen gondolkoztak el azon, ha nekik ez megérte, akkor mi is ezt a Krisztust akarjuk követni, mert olyan értéket ad, ami nem világi érték, hanem örökké való érték. Pál apostol ezt értékelte, és el tudom képzelni, hogy könnyek között imádta az Urat, és adott hálát a római testvérekért, és hogy valóban szükségük is volt, hogy imádkozzanak értük, hogy el ne fogjon a hitük, az erejük, mert a szenvedés próbáiban nagyon sokszor elerőtlenedik az ember. Az Úr az ő lelke által megerősítette a Róma belieket a szenvedésre. Amikor Rómába jártunk, egy kedves hívő római ember vitt el bennünket Róma nevezetességeit megnézni, és hát, hogy hova visz bennünket, hát le egy börtönbe. És hogy én is csodálattal álltam, nagy tisztelettel, ott volt egy vasoszlop, egy rozsdás vasoszlop, és hogy hát oda volt például Pál apostol láncolva, meg hát ugye a katonák fölülről, ahol tartózkodtak a börtön mennyezete fölött volt egy lyuk, ott dobdobták be esetleg a száraz kenyeret, vagy onnan figyelték, hogy mi van a rabokkal, és hogy elképzelni azt, hogy itt szenvedni ilyen dohos, kellemetlen helyen, és hogy ezt Pál is vállalta, a rómaiak is vállalták a szenvedést. Tehát a Krisztus szenvedéseitben részesedtek, ugye? Írja is Pál apostol, hogy ami híja van a testemben a Krisztus szenvedésének, hogy ezt betöltöm. A testi szenvedés együtt jár a Krisztus útjával. Jézus a kereszten meghalt értünk, kínhalált szenvedett. Az, hogy leköpték, hogy megostorozták, hogy megalázták, hogy megverték. Ezek olyan testi kínok voltak, és olyan lelki szenvedés, amit sokszor az ember fel sem tud fogni. Ezek a testvérek részesei voltak, részt vállaltak a Krisztusért a szenvedésből. Én a mai napon, amikor olvastam ezt a szakaszt a római levélből, különösen ennél a 11. versnél időztem el, hogy mert kívánlak titeket látni. Vágyakozom arra, hogy lássalak titeket. Milyen különös az, hogy az emberben van egyáltalán vágy a másik iránt, és hogy én azt írtam ma a hozzászólásomban, hogy írjuk össze azoknak a nevét, akik után már nem vágyakozunk. Valamikor vágyakoztunk, és hogy elkopott a szeretet, már nem hiányzanak, meg vagyunk nélkülük is, és hogy valahogy a testvéri összetartozásnak ez egy nagyon fontos mozgató rugója, hogy vágyok veled találkozni, veled beszélgetni, veled együtt énekelni, megosztani az én életem örömeit és problémáit. Tehát, hogy kik-e azok, akik kiestek a szívemből,
kik azok, akik iránt elfogyott a szeretetem, és meg kellene ezt valahogy újítani. Tehát én ezen gondolkoztam. Igen, ha belegondolunk, hogy Róma micsoda gyönyörű város volt, Pál apostol nem azután kívánkozott, hogy megnézze a cirkuszt, azokat a császárok által épített remek műveket, az olasz építészete csodáit. Egy dolog volt, amit ő nagyon kívánt, és amire vágyakozott, hogy az atyafiakat lássa. Nagyon megdöbbentő a számomra, hogy a ma emberében nincs meg ez a szeretet, vagy kevesekben van meg, hogy akár a rokonaikat, a távolabbi családtagjaik után vágyakozzanak, hogy együtt legyenek. A szeretetnek egyfajta olyan hidegsége, ami az emberekben egyre inkább van és kihűl a szeretet, hogy nem vágyakoznak. Az ember nagyon önzővé lett, és ennek az önzésnek az egyik gyümölcse az, hogy nem vágyik a másik után, és különösen nem azért vágyik, amit Pál apostol itt ebbe a 11. versbe mond, hogy azért vágyom utánatok, hogy lássalak benneteket, és hogy lelki ajándékot közölhessek veletek. Pál adni akart és nem kapni. És nagyon sok ember azért megy tovább egy-egy közösségből, akár a családi közösségből, akár a testvéri közösségből, akár a baráti közösségből, mert hogy ő nem adni akar, hanem kapni. Pál apostol pedig azért kíván találkozni, hogy adjon, hogy lelki ajándékot adjon, hogy a Krisztust adja tovább, és hogy amit ő ad, azt azzal adja, azért adja, hogy megerősödjenek. Ugye így olvassuk, hogy lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy neki erősnek kell lenni, ezért aztán edz, sportol, és magát erősítgeti, de hogy mások megerősítésért tegyen valamit, az nagyon ritka. Akiben Isten szent lelke lakozik, aki a Krisztus gyermeke, abba ott van ez a kívánság, hogy az Urat is kívánja látni, vele egyé kíván lenni, és ott van benne az, hogy az emberekkel is együtt kíván lenni, vágyik a testvéri közösség után, nem váltogatja a testvéreket aszerint, hogy éppen neki milyen, mi a jó, vagy mi a kívánsága. És megerősíteni, ezért ajándékokat adni. Ez mindig áldozatokkal jár, és ez egy csodálatos dolog. Testvérem, ma adtál-e valakinek valamit, hogy megerősítsd, akár a fizikai létébe, mert beteg és ápolásra volt szüksége, a szeretetedre. Adtál-e lelki ajándékot a bizonytalanoknak? Vagy gondoltál-e a magára hagyott testvériségre? Mi a célod a Krisztus követésébe? Pál apostolnak egy célja volt, hogy megerősödjön mindenki, akik a próbák következtében meggyengültek, akiknek a hitüknek hiányosságai voltak. Pálnak nagyon fontos volt, hogy közölje azt, amit Krisztustól kapott, és hogy az emberek megerősítésére legyenek. Itt valamire felfigyeltem, hogy majd a következő versben derül ez ki, hogy Pál apostol azt mondja, hogy elmegyek, és majd én ajándékot viszek nektek. Ez, hogyha az ember egy kötözködve hallgatná, azt mondja, hát igen, a gőgös
apostol ezt így jelentkezik, hogy majd én elmegyek, és fölrázlak majd titeket, meg ez, meg az, hanem itt van egy nagyon, ami az alázatot fejezi ki az apostol részéről, azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hitáltal, a tiétek meg az enyém által. Hogy Pál nem úgy ment, hogy én majd viszek mindent, és ti befogadjátok, rómaiak, és hát ámmenesztek, hogy úgy van, hanem hogy Pál is várta, hogy ő is kapjon. Tehát a megelégedett keresztjén az lemarad az áldásokról. Ő visz, de hogy ő is kapni akar, és hogy Pál is kapott megerősítést, mert lehet akármilyen híres apostol, de hogy neki is szüksége van erre. Az Úr legyen veletek, és írjatok nekünk, és örömmel várunk titeket az Úr előtti közösségbe. Isten áldjon meg mindnyájunkat, Isten velünk viszontlátásra.